1 milliárd forintos iskolafejlesztési program indulhat el a Nyíregyházi Tankerületi Központhoz tartozó iskolákban. A szervezet erről sajtótájékoztatón számolt be. A forrás többek között tantermek korszerűsítésére, digitális eszközfejlesztésre fordulhat, de szakmai programokat is támogatnak az iskolákban. Stabil költségvetéssel is zökkenőmentesen indult el az idei tanév, hangzott el a Nyíregyházi Tankerületi Központ múlt heti sajtótájékoztatóján. 4 járásban 44 székhelyintézmény, 95 feladatellátási hely tartozik a szervezethez. 40 településen mintegy 3000 közalkalmazott dolgozik a tankerületnél, ebből 3153 pedagógus. A Nyíregyházi Tankerületben összesen 19.559 tanuló kezdte meg tanulmányait, ebből 14.744 általános iskolás, 3663 pedig gimnazista és szakgimnazista. Mint ismert, az iskolák infrastruktúráját és taneszköz felszereltségét uniós támogatásból fejlesztik. Országos szinten 59 tankerület pályázhatott forrásra, Szabolcs-Szatmár-Beleg megyében 5,3 milliárd forint értékben nyert 30 szabolcsi megyei oktatási intézmény uniós támogatást az úgynevezett Iskola 2020 programban. Az iskola fenntartó tankerületek többek között tantermek korszerűsítésére és bővítésére, taneszközök beszerzésére, tornatermek felújítására pályázhattak. A 81 milliárd forintos uniós keretből országosan 400 település oktatási intézményében javulhat az oktatás infrastruktúrája. A Nyíregyházi Tankerületben 1 milliárd forint juthat az imént említett célokra. Emellett a támogatásból szakmai programokra is juthat, mint például a szabadidő hasznos és szervezet eltöltésére irányuló programokra, vagy az esenis gyerekek speciális nevelésére. A sajtótájékoztatón az iskolaigazgatók, gyakorló pedagógusok arról is beszéltek, az iskolák mindinkább alkalmazkodnak a megváltozott társadalmi környezeti igényekhez, a tanulói és szülői elvárásokhoz. A tanulók idegen nyelvi és digitális kompetenciájának fejlesztése kiemelt szerepet kap az iskolákban, igyekeznek előtérbe helyezni a hatékonyabb és eredményesebb kiscsoportos oktatást a nagy létszámú osztályokkal szemben. Vendégünk a stúdióban Gasperné Román Margit, a Nyíregyházi Tankerület igazgatója. Jó estét kívánok, köszönöm. Egy milliárd forint azért nagyon-nagyon sok pénz. Hány intézet között tud ez megoszlani, hiszen már itt nyertes pályázatokról beszélünk? Engedje meg, hogy egy kicsit visszatekintsünk az időben. Az elmúlt években számos intézményünket szolgált felújítás, fejlesztés vagy nagyobb beruházás. Tehát az utóbbi években az önkormányzatok is, mint volt működtetők, volt gazdák, nagyon odafigyeltek arra, hogy energetikailag megújuljanak az épületek, az iskolaépületek korszerűsödjenek, illetve nagyon sok aktuális, az épületen végrehajtott beruházást valósítottak meg, elsősorban pályázati forrásokból. Most ebben az új ciklusban a Nyíregyházi Tankerületi Központ arra törekszik, hogy a tanulókat közvetlenül szolgáló oktatási terek újulhassanak meg. Intézményeinket bevontuk a pályáztatás előkészítésének a folyamatába. Minden intézmény beadta a 3 éves tervét, mit szeretne infrastruktúrálisan változtatni, milyen fejlesztéseket igényelnek. Ebből konszenzussal választottuk ki az első körben benyújtandó nagyobb projekteket, és így sikerült az EFOP 412 és 413 keretében pályázatokat benyújtani a tankerületi központnak. Mik voltak azok a legfontosabb szempontok, amik az alapján döntöttek? A tanulók igényei, a tanulók lehetőségeinek a javítása, az oktatási terek korszerűsítése. Nem egyforma arányban voltak az intézményeink fejlesztve az elmúlt években. Mi most oda kívántuk a forrásokat összpontosítani, ahol leginkább mutatják az igények ezt. Mi az a legnagyobb összeg, amit egy intézmény kapott, és ez mire? A napkori Jósika Miklós Általános Iskola kapott nagy beruházásra 639 millió forintot. Többek között itt az eseni tanulók fejlesztését szolgáló fejlesztőszobák kialakításáról lesz szó ebben a pályázatban, vagy a mindennapos testnevelés feltételeit kibővítő tornaterem felújításról és külső sportcsarnok építésről. Ezek a legnagyobb tételek ebben a projektben. Jellemzően mi minden még az, ami felmerült ebben a pályázatban, illetve amit tudnak segíteni? Szeretnénk az alapfokú művészetoktatásnak a helyi feltételeit kialakítani, így számukra a művészetoktatásnak a
az épített feltételeit és a tárgyi feltételrendszerét, berendezést, bútorzatot, zenei eszközöket szeretnénk beszerezni. Ez melyik intézmény? Ez a napkori Jussika még mindig ugyanaz, tehát ez egy komplex nagy fejlesztés volt. Egyébként pedig, amire összpontosítottunk, Nyíregyházán jellemzően a kollégiumok megújítása került most előtérbe. Úgy gondoljuk, hogy a Bárciban tanuló gyerekek, az Arany János Gimnázium és Általános Iskola szülőskerti tagintézménye mellett lévő anno régen a tanyasi gyerekeket szolgáló kollégiumnak a megújítása is időszerű már, illetve a Zrínyi Ilona Gimnáziumnak a Széchenyi úti kollégiumában az IET-s gyerekeknek a körülményeit tudjuk javítani. Ezeknek a pályázatoknak a megvalósítása mikor fog kezdődni és mikor fejeződik be? A 4-1-2-es nagy projektünk 3 éven át tart, várhatóan már most ez évben megkezdődnek a pályázat előkészítő tevékenységeink, de itt van bőven idő a megvalósításra. A 4-1-3-as projektek esetében pedig gyakorlatilag egy naptári év áll rendelkezésünkre, jövő október végéig szeretnénk megvalósítani a fejlesztéseket. Mindez az összes pénz elkelt, vagy vannak még mozgás lehetőségek? Infrastrukturálisan most egy időre erre az évre úgy gondoljuk, hogy igen, ez egy már lezárult első pályázati hullám. Szeretném elmondani, hogy a 4 nyíregyházi iskola mellett 6 vidéki intézményünk is megújulhat. Többek között az Apagyi Általános Iskola, a Balkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, vagy a Tiszadobi Általános Iskola kaphat sportudvart, vagy a Szakói Intézmény tornatermét tudjuk felújítani. Tehát a városi nagy intézmények kollégiumai mellett a kisebb általános iskolák fejlesztése is megtörténhet, és úgy gondolom, hogy ez most egy időre, legalább egy évre előre láthatólag leköti az erőforrásokat. De tervezett középtávú fejlesztési tervben nagyon sok intézményünk felújítása szerepel. A minőségi oktatás a cél, ez igen. Nem csak infrastruktúrát takar, hanem azért humán erőforrás fejlesztésre is szükség lehet. Ebben milyen lehetőségek vannak, lesznek? Intézményeinkkel együtt terveztük meg azt, hogy milyen humán erőforrás fejlesztésre van szükség a közeljövőben. Arra gondoltunk, hogy a pedagógusok szakmai segítése alapvetően fontos. Most, amikor egy nagy megújuláson megy át az iskolarendszer napjainkban, amikor a pedagógusnak a digitális oktatás feltételeinek kell megfelelni, ezt a kihívást kell szem előtt tartani. Ezért nagyon fontosnak tartjuk a pedagógus kollégák módszertani megújításában a digitális naprakészségnek a szintemelését. Nem csak oktatási intézmények ezek, hanem egyúttal nevelő intézmények is. Mintha az utóbbi években egy picit háttérbe szorult volna ez a szerepe az iskoláknak. Sokkal inkább a teljesítményről, az oktatás minőségéről beszélünk, és a nevelés egy kicsit háttérbe szorul. Terveznek-e ezen egy picit a jövőben változtatni? És ez megint csak egy kicsit humán erőforrás, hiszen lehet, hogy több fejlesztő pedagógus, iskolapszichológus és egyéb segítségre lenne szükség. Valóban nehéz lenne szétválasztani a nevelést az oktatástól. Mindig együttesen hatnak, és egy irányba kell, hogy történjenek a fejlesztő folyamatok is, nevelést tekintve is. Talán azt tudnám kiemelni újdonságképp, hogy készítettünk tankerületközponti fejlesztési tervet. Ebben a fejlesztési tervben megfogalmazták az iskolák az igényeiket. Mindenhol nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy az iskolákban lévő pedagógusok munkáját szakemberek, szakértők is segíthessék. A tankerületi központunkhoz tartozik a megye pedagógiai szakszolgálata, és a szakszolgálatban számos pszichológus, gyógypedagógus dolgozik, együttműködve az intézményeinkkel. Úgy gondolom, hogy az utazó gyógypedagógusi hálózatunk is, ahogy kiépült, a két módszertani intézményünk mellett folytatja tevékenységét. Ez is egy összehangolt
együttes nevelési folyamatot segít az oktatási nevelési intézményekben. Gasperi Román Margit, köszönjük, hogy vendégünk volt ma este. Köszönöm.